Na, jó napot kívánok, én Kovács Pali vagyok, és ebben a videóban be fogom mutatni ezt a mai megvett Icarus 415-ös 1987-es Prágaváltós Rába D21 U típusú soros 6 hengeres dízelmotor prágaváltós, automata váltó. Van benne, hát ugye az igazi az egy MZ415-ös, már csak nosztalgia járatként közlekedik. Szokott lenni a nyílt napokon, meg Icarus találkozón. Úgyhogy akkor kezdem, lesz közben egy, hát nagyon szépen ki van dolgozva, eleje élethűen ki van dolgozva, a talpazat az is egy ilyen köves út szerintem. Ha fókuszál, garázsmenet, Icarus 415-ös, és a MZ415-ös bevojt váltós van, vagy ZF váltó lehet. Úgyhogy régen Prága váltó volt benne. Ott van a BKV, ez a logó, hát sajnos amiért nem használják, mert ugye van a vörös csillag, az miatt nem használják a régi BKV-s logót, csak a mostani. Tehát akkor körbe tekintsük a 415-ös modellt, hát a fókuszál. Akkor itt a far motoros 415-ösünk, meg 435-ös is. Hátsó motoros. Meg a 412-es, az már RAF motoros van benne. Itt van a 415-ös, a 3 ajtós. Fókuszálna. Hát. Fókuszál. És közelebb. Hát. Garázsmenet. 415-ös. Akkor be is dobom nektek így élethűen a Icarus 415-ösnek a kis élethű hangját, akkor egy ilyen hangfelvétellel, akkor legyen élethűen az Icarus 415-ös. Halljuk! Thank you.
Thank you.
Felvétel, a motorját hallgattátok, úgyhogy még bemutatom még a belső teret, hát látjátok milyen gyönyörű, hát elől jól ott van az Icarus műszerfal, meg a kormány, az ilyen eredeti, ugyanolyan mint az MZ415-ös. Úgyhogy akkor ennyit szerettem nektek bemutatni. Sziasztok! A következő videóban egy 620-as bemutatását fogom mutatni, és ugyanígy hangfelvétellel. Sziasztok!